Край, egyre zenék, apróta adok. Köszönöm szépen a sajtóképviselőinek, hogy megtisztelnek minden jelenlétünkkel, arra kérdőjüket, hogy foglaljanak helyet hátul az okból. És most tisztelettel arra kérem Gyurcsány Ferencet, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, a Demokratikus Koalíció elnökét, tartsa meg ígéreteket össze. Bűnbakokat keres, miközben
Zsiát országának fiataljai egyre jobb számban hagyják az országot, és a mi szempontunkból őszintén szólva mindegy. Hogy csak Berlinig mennek, vagy Bécsig, vagy Londonig, vagy esetleg még messzebbre. Öt kivándorlóból legalább négy fiatal. Harmaduk egészen magasan képzett. Nem itthon látják a világukat, hanem valahol. A miniszterelnök, aki nem ismeri a számokat, ma nem csak azokat nem ismeri, azt mondja, hogy Magyarországon csökkent a szegénység. Úgy látom, hogy ha valami csökkent, akkor ennek a kormánynak a józanossága is tényismeri. Nem blöffölök és nem légből beszélek, amikor megbízható statisztikákat idézve mondom, hogyha ilyen ütemben folytatódik a kivándorlás, akkor 2060-ra Magyarországon összesen 7,5 milliónyan fogunk csak lenni. Nesze neked erős Magyarország. Ezt is sikerült elérni. Sokan szeretnek Gyurcsány és Orbán párhuzamot vonni. Sokan gondolják, hogy az egyik 19, a másik egy hiány 20. Bár ha már ennél tartunk, én jobban szeretem, hogy előszámolt a 21-et. Lesz ez majd még így. Büszkén mondom, és ajánlom nektek büszkeségre azt a pokolian egyszerű tény, hogy Megyesi Péter kormányzása és az én két kormányom időszak alatt két évtized óta először csökkent Magyarországon a szegénység. Voltunk könnyebb és voltunk egészen drámai nehéz körülmények között, de soha egyetlen egyszer sem döntöttünk úgy, hogy a nehézségekből többet azokra fogunk tenni, akiknek egyébként is sajnos sorsuk. Sokan megkérdőjelezik csak azért, mert igen, polgári, nyugodt, nyitott világot képzeltünk, hogy ez nem baloldali, hanem vádolnak azzal időnként saját kollégáink és politikai barátaink is, hogy liberálisok voltunk. Liberálisok az értelemben, hogy engedtük a becsületét a szabad szónak, a sajtónak, a gyülekezésnek, hogy természetesnek tekintettük, hogy ahányan vagyunk, annyifikabb fajta világot képviselünk, de baloldaliak a tekintetben. Hogy nem csak hallottuk és értettük, a szükségnek a szavát, amit tettünk ellene. Sok-sok év után először Magyarországon jöttek olyan kormányok, mondom még egyszer, Megyesi Péter és az én kormányaim alatt, ahol egy csipettel, nem mondom, hogy sokkal, de egy csipettel könnyebb volt az élet. Ez nagy dolog. Ha valami Magyarországon mostanában folytogatja, akkor az nem a bevált. Látom, hogy a miniszterelnök megint új ellenséget talált magának. Hát már annyi volt az ellenség, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni, mondjuk innen a Duna partjától. A miniszterelnök, mintha háborús kabinetet vezetne. De akkor érzi jól magát. Én nem vagyok híve a politikai pszichologizálásnak, ezért aztán nem is mennék bele. De ha már korábban számokat mondtunk, akkor mondjuk most új neki számokat. Hát, ha megérti. Már ebben kételkedem. Magyarországon összesen 200 ezer nem magyar állampolgár él állami életvitellel. 200 ezer. A nagyjából 10 millió magyar állampolgár 200. Ennek a 200 ezernek 80% az a 160 ezer ember európai uniós polgár. Nem menekült. Hát kevesen menekülnek el Franciaországba, Magyarországba. Összesen tehát 40 ezer olyan emberről beszélünk, aki itt él közöttünk, nem az EU-ból jött. Mit tagadás közöttük vannak politikai menekültek, és hát vannak, akik a jobb élet reményében indultak el Európa felé. Gyaníthatóan
nehéz sorsú embernek. A Jézusi jövendelés szerint a szegények mindig lesznek veletek. És arra tanította Jézus híveit, hogy hajoljatok le hozzájuk. Az önmagát kereszténynek maszkírozó kormány pedig azt mondja, hogy ki velük. A fene az állójukat. Ez lenne a kereszténység? Vagy csak hivatkozás a hatalom megtartására? Vagy csak törleszkedés a klérushoz, a politikai hatalom megtartása érdekében? Ti lennétek a keresztények, akiket 10 millió magyar közül és között 40 ezer szerencsétlen sorsú a világból valahonnan hozzánk került ember próbál meg segítséget kérni és kiárt, hogy magyarok segítsetek. Ők lennének a mi ellenségeink. A rájuk fordított évi 2 milliárd forint, 2 mondom. Ez döntene bennünket romba. Orbán kollega titkolt vagyonának hiba határa nagyobb bennél.